A száztagú cigányzenekar komorzenekar a Missió templomi koncertsorozatot szervez. Négy hónap alatt tíz nagy szabású koncertet tartanak majd. További részletek Balástól és vendégeitől. Így van két vendégem is érkezett ide a stúdióba, egyrészt Birinyi József Hungarikum Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, Jó köszöntöm az adásban. Én. És itt van velünk Danyi Lőrinc, a száztagú cigányzenekar elnöke is. Önnek is szép napot kívánok. Jó napot, kívánok, köszönjük kívánok. szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ha nem haragszik Lőrinc, akkor Józseffel kezdenénk, mert hogy ugye pont tíz éve kapta meg a száztagú cigányzenekar 2014-ben a hungarikum elismerést. A zenekar világhírű művész és hagyományőrző gyakorlata néven kerültek be a hungarikumok gyűjteményébe, de a gyakorlatban ez mit jelent? a száztagú cigányzenekar szó szerint világra szóló, ugye a hungarikumságot maximálisan kimelíti, a hungarikum szövetségnek 12-13 éve tagja, és hát segítettük a hungarikumok gyűjteményébe való bekerülést, a szakanyag előállítást, teljesen egyedülálló a világon ezzel a e, tradicionális elleséses, belennevelődéses módszerrel, de a száztagú cigányzenekar szinte minden tagja, már a rajkó módszer, meg családon belül, hivatalosan, konzervatórium, különböző formációkban, ottista is. Tehát, hogy megtanulták az írott intézményes zenélést is, de a tradicionális zenélést, ami egyedi, és sokszor kérdezik, hogy a magyar cigány muzsika az mitől más, mint a román, az indiai, a francia. Mindig az adott kulturális környezethez kötődően kell ezt nézni. Nálunk is a csárda kultúra kialakulásával az egyébként is már a középkorban itt lévő fantasztikus cigány zenekari generációk állandó pályát kaptak. És öö, magyar zenére, népzenére is hatottak. Hát ha Lisztől kezdve végigveszük, hogy kik dolgozták fel azokat a zenéket, csak egy érdekesség, hogy Liszt is az 1800-as évek közepén a nagy Pesti árvíz után a naplójában leírja, hogy milyen virtuóz módon játszanak a cigány zenészek, és ő is, mint Bartók és Kodály, mert el akart indulni, gyűjteni, és vett is át témákat természetesen, amiket Rapszódiától kezdve egyebekben műveiben feldolgozott. Tehát ez a módszer tényleg világra szóló, és a hungarikumság tekintetében kiemelt magyar Érték, amit a magyarság önmagával azonosít és a világ a magyarsággal azonosítja. Tehát az amerikai elnöktől a pápáig bezárólag a legkülönbözőbb helyszíneken lépnek fel, de Magyarországon is a legkisebb művelődési háztól, ahova beférnek vagy a művelődési ház előtt, itt is sokszor a székesegyházak templomokban vagy az előtt kerül megrendezésre a hangverseny és a koncert, tehát viszik a magyar kultúra és az egyedi magyar cigányzenének a hírét a világban. Hát szerintem, aki zenével foglalkozik és nem feltétlenül csak tradicionális vagy népzenével, az is ismeri szerintem a száztagú cigányzereket, ebben biztos vagyok. Lőrincnek, a zenekarnak magának mekkora elismerést vagy mennyire fontos elismerést jelent akár a hungarikumok gyűjteményébe való bekerülés, akár a magyar örökségi? Miért fontosak ezek az elismerések? Nagyon fontosnak tartjuk ezt a hungarikum minősítést, hiszen egyedülként birtokoljuk ezt a nevet, és ahogy mondta barátom, hogy a magyarság magyarnak, a világ pedig a Magyarország azonosítja. Nekünk ez nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő ez a címet hordozni, viszont ennek meg is kell felelni ennek a címnek. És hogy lehet ennek megfelelni? Ezt mind a kettőjüktől kérdezem. Tehát mi kell ahhoz, hogy a hungaritkumok gyűjteményébe való bekerülésre úgymond folyamatosan méltó legyen egy adott érték? például olyan koncert sorozat, mint a Missió Egyházi Templomi koncert sorozat a Száztagú cigányzenekar részéről, ahol tíz fantasztikus hangversenyre kerül sor. Ugye az első április harmadikán a Szent István Bazilikában szimbolikusan ugye a Székes fővárosból indul, és nem akármilyen helyéről, és a tizedik pedig Esztergomban lesz a székesegyházban. Egyházban. Egy -e több formációja van a száztagú cigány zenekarnak a szabad ezt mondja. Ebből egyik a kamara hogy József is említette, ez fog fellépni majd ezeken az eseményeken. Mit ja. kell tudnunk erről a missziós A missziósorozatot végül is a száztagú cigányzenekar nagyon fontosnak tartja hiszen több okból is elmondhatom, hogy a zenekar tagjai mind egytől egyik vallásosak vagyunk. És másikok pedig az, hogy ugye fellépünk a világ nagy színpadain bárhol óriási sikerrel, viszont a templomi közegben fellépni teljesen más atmoszférája van, teljesen más az érzelmi világa, úgyhogy mi is nagyon várjuk ezt a koncertsorozatot. És milyen darabokkal készülnek ilyenkor, kik lesznek a én változatos, ö, nagy rész klasszikus szimfonikus zenekari hangzásban lesz, mint például Liszt második rapszoriája, vagy Bach R, -er, de szakrálisra is kitérünk, tulajdonképpen hangzanak az Ave Maria Schubert vagy Gounodtól, és mindig az adott templom engedélyével megszabott zeneszámokat szoktuk előadni. Mi adja igazán ön szerint, József, a száztagú cigányzenekarnak az erejét, azon túl, hogy ahogyan is említett ez a világon egyedülálló jelenség van, de a módszereiben se nagyon, ahogy itt beszélgettünk az adás előtt, ez ki is emelte nekem, se nagyon találunk a világon más típus. talán Dél-Amerikát említette, hogy van hasonló? Módszerben, de olyan, mint a száztagú nincs, az egyedüli a világon, ahol mondhatni Guinness Rekord ott, hogy ennyien összeállnak, és hát közel 40 éves, 39. éve jött létre a zenekar. Ugye pontosan 10 éve hungarikum, és magyar örökségdíjas az együttes, de Venezuelában ugye az El Sistema nevű módszer, amit sikerült nekünk is importálni ide, miközben az itteni generációkról átadó módszer Farkas Gyula 52-ben hozta létre a Raikú együttest És ezt a módszert a világra nekünk kellene exportálni, mint hungarikumot a szó szoros értelmében, mert a tehetségeket az ország területéről, a Kárpát-medencéből összeszedték, zömmel cigány származásúak, de nem ez a kritérium alapvetően, és intézményes keretek között, de a belenevelődést is, azt a kettősséget, amit mondtam, hogy a tradicionalitás is megvan benne, ahogy apáról fiúra vagy nagyapáról unokára szállt ugye a tudás, de mindez intézményes keretek között a kottaolvasástól, a partitúrától, a profi tehát mondhatni azt, hogy egyben egyfajta népi zenekar és szimfonikus zenekar is. Tehát ennek az öt vezete is teljesen egyedivé teszi, mindazzal a stílussal és virtuozitással itt szembe Lőrincet meg rajta keresztül a zenekar. Akart, ami fantasztikus, tehát ami benne van a vérében, is, hogyha egy zenét előad, egy profi belennevelődött és megtanult zenét megtanult cigányzenész, akkor az biztos, hogy másképp szólal meg. Hát nem véletlen, ugye a Cifra György a tiszteletbeli elnökséget vállalta, aki ugye hát szintén világra szóló zongoristaként ugye a maga módján a francia, a magyar és a világban lévő elismerésével, és jó néhány zenészt tudunk mondani. Most beszéltünk a tradicionális népzenei részről, a szimfonikus zenekari hangzásról, de a műfajok kavalkádját tudják, mert a jazztől, az operettől, a feldolgozástól, a mai műfajokig mindent el tudnak a profi zenészek játszani. De és nem, az sem mindegy, hogy hol játszák el ezt, ugye ezért egy templomba, vagy egy szakrális vallási helyen másképp szól, vagy más is kell, annak a helynek azért van egy méltósága. Máshogy készül ilyenkor a zenekar, egy ilyen jellegű koncert? Tulajdonképpen igen, teljesen másképp készülünk, ugyan, ahogy említett, az érzelmi világ is teljesen más, ugye, ahogy említettem, ugye mindenki vallásos, és én úgy gondolom, hogy a Szászlagú Cigán zenekar, ugye a magyar kultúra szerves része, és szert a világban elismertségnek köszönhetünk. Végül is azt tudom elmondani erről a templomi koncertről, hogy ez már évek óta ennek a tematikának a kirozozása már terve, hiszen a zenekarnak a nagy része templomjáról is. Abban tudjuk kifejezni ezt az egész zeneiségünket, hogy az a koncepció van előttünk, a mostani fiatalokat is szeretném megszólítani. Kicsit háttérben... A misszió része. A misszió része ez, ez jó hogy igen, megszólítani. Ezért is kap a misszió cím. részt. Igen. <laughs> hogy a, a mostani fiatalok, a mostani generáció is kapja meg azt az ízelítőt, ezt a, a tökéletes tradíciót, hagyományt, amit elődejünk is ránk hagyta, ők is érezzék ennek a milliójét. Rohan, az időnk egy kicsit még fél percünk maradt, ha jól tudom, akkor elnök úr dokumentálni is fogja majd ezeket a missziókoncertes fellépéseket, azzal ötvözve, hogy a a helyszíneket, az érdekes és sebnészet templomokat is, illetve az azokkal kapcsolatos érdekességeket is rögzítik. Tehát mind a tíz helyen készül koncertfilm, felveszünk több kamerával a koncerteket, de ezt kibővítjük az adott templom székes egyház, egyébként ökumenikus, tehát hogy a katolikustól, evangélikustól, reformátusig a Debreceni nagy templomban is lesz többek között koncert, és tervek szerint ez folytatásra kerül, és hát külön köszönetet kell mondani az Innovációs és Kulturális Minisztériumnak, aki jelen körülmények között is nagyon gálánsan fölvállalta azt a projektet, amit a Száztagú cigányzenekar Lőrinc elnök úr indított, a misszió ötlettel, ami évek óta dédelgetett, de most meg fog valósulni, és ez fantasztikus. Tervezzük azt, hogy ez a következő időszakban határon túlra is át fog nyúlni. Tehát, egy egész lesz kárpát, folytatása, Tehát kezdeményezésről so van szó. Ehhez kívánunk most önöknek nagyon sok sikert ez a koncertsorozatot, és jó munkát a jövőben. Köszönjük, köszönjük hogy itt Köszönjük. Voltál.